A mai aktívkorú népességnek szüksége lesz az öngondoskodásra. Megvizsgáljuk a magyar korfát, hogy miért érdemes megtakarítanunk, és hogy mikor kezdjük ezt el. Egy adott társadalom magán viseli az elmúlt korszakok demográfiai döntéseinek előnyeit és hibáit. Az előregedő európai társadalmak közül is kiemelkedik Magyarország esete, ahol a II. Világháború után megszületett ratkó nemzedékeket és a gyeses gyerekeket nem követi eltartásra képes és kész lakosság. Megmutatjuk részletesen, miért nagyon fontos ez. Az ábrán a magyar korfát látjuk. Jobbra találhatók a nők, balra a férfiak, a függőleges tengelyen pedig a korcsoportokat ábrázoljuk. Két nagyobb kiugrás látszik a grafikonon, ebből az első a ratkó gyerekek, a második igen magas populáció pedig a gyes bevezetésekor született meg. Hiányoznak azonban a grafikon alján az unokák, azok, akik eltartanák ezeket az embereket. Hogyha megnézzük, hogy hogyan néz ki várhatóan ugyanez a korfa Magyarországon 2050-ben, akkor látszik, hogy egyrészt a várható élettartam szerencsésen nő. Egyre többen lesznek, akik elérik a 85, 90 vagy 95 éves élettartamot is. Azonban ugyanígy megnő a 60-80 évesek aránya. Csökken az aktív korú népesség, a korfa egyre jobban elvékonyodik, ahogy a szakemberek mondják, ránk dől. Mit jelent ez a befektetések szempontjából? Ha én magam nem gondoskodom a nyugdíjamról, akkor várhatóan csak egy csökkent értékű nyugdíjellátáshoz jutok majd. Az emberi élet során jellegzetes szakaszok azonosíthatók, melyet eltérő anyagi lehetőségek és szükségletek jellemeznek. Ahogy az ábrán látható, az emberi életciklus megtakarítási és költési fázisokra bomlik. Ebben az első szakasz a tanulás. Amikor az aktív munkaerőpiacra kilépünk, már érdemes megkezdeni a megtakarítást, hiszen ekkor legalább 25, de akár 40 évünk is lehet, mielőtt elkezdjük majd felélni azokat. Ahogyan a jövedelem növekszik, 40-50 éves korban van a lehetőség arra, hogy a legtöbbet megtakarítsunk. Ezután 65 felett már a felhalmozási fázis lassan véget ér, és költeni kezdünk. A legtöbben ott rontják el, hogy későn kezdenek el megtakarítani. A korán félretett összegek a kamatos kamathatás miatt fokozottan számítanak, ezért minél korábban kezdi valaki a befektetést, annál fokozottabban érvényesül a kamatos kamathatás. Még egy érv az időben megkezdett befektetések mellett. Ilyenkor még nyugodtan választhatunk magasabb hozam ígéretű és egyben magasabb kockázatú részvény vagy származtatott csomagot, portfóliót. Ez azért is fontos, mert az elkövetkező években a hozam környezet várhatóan alacsony marad, ezért kötvény vagy pénzpiaci befektetésen nem tudunk igazán magas hozamot realizálni.